Az FTC Kubatov Gábor elnöklése óta meg a nyíjótékonysági akció mögé állt oda az anyaországban és a határon túl egyaránt. Most a Hungary Helps-szel együttműködve az FTC Európán kívül az afrikai kontinens gyermekeinek az életén kíván javítani sportszeradományaival. Padistának lenni felelősség, az ország legnagyobb és legnépszerűbb klubjában dolgozni. Ezért azt gondolom, hogy nekünk kötelességeink vannak azok felé, akiknek sajnos az élet úgy alakította a sorsát, hogy szörnyű körülmények között kell élniük. Főleg, hogyha gyerekekről van szó, ez még jobban megérinti az embert. Sokan közülünk szintén szülők, ezért ha belegondol abba, hogy mondjuk gyerekkereskedelem, emberkereskedelem, gyermekkatonaság, erőszak, hogy minek vannak kitéve az ott élő gyerekek, akkor pár labda és pár cipő adományozása az, hogy is mondjam, nem lehet kérdéses. Mi ebben tudunk hozzájárulni, hogy az ő életük egy picit vidámabb legyen, vagy picit elfelejtsék azokat a traumákat vagy gondokat, amiket eddig át kell élniük. A kérő szavunkra a Ferencváros azonnal válaszolt. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a Ferencvárosi Tornaklub két szót ismer, az, hogy mindig és soha. Soha nem a levegőbe beszél, és mindig kész a cselekvésre, a jó szolgálatra. És mi pedig azt vállaljuk, hogy az adomány, ez a nagy lelkű adomány tényleg olyan gyermekekhez fog eljutni, akiknek pokol volt az élete, míg ki nem mentették őket Afrika nyomornegyedeiből. A Hungary Helps alapelve, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van. Klubunk adományát így most olyan gánai és kenyai gyermekek fogják megkapni, akik korábban nemi erőszak vagy emberkereskedelem áldozatai voltak. A Hungary Helps célja ezen fiatalok visszaintegrálása az iskolába, a sport, a tánc és a zene segítségével. Az FTC sportadománya ebben nyújthat nagy segítséget. A gánai helyszín, ott a gyerekeknek az oktatása, az integrálása, az nehézségekbe ütközik. Először rehabilitálják őket, hogy azokat a hatalmas traumákat, ami őket érte, azokat átvészeljék, és újra tudjanak egészséges emberként élni. És ehhez nagyon sokat számít a sportnevelés. A Hungary Helps program keretében itt egy sportpályának a megépítését támogattuk, hogy ne csak a négy fal közt történjen ez a nevelő, rehabilitáló munka, hanem a testnevelés eszközeivel. A sportpálya átadása mellett pedig egyből a Ferencvárosi Tornaklub adományait is odaadjuk a gyerekeknek, hogy ne mezitláb sportfelszerelés nélkül kelljen fociziniuk, hanem alkalmas eszközökkel és körülmények között. Az államtitkár szerint klubunk adománya olyan gyermekekhez kerül, akik számára olyan, a mindennapi élethez nélkülözhetetlen dolgok nincsenek biztosítva, mint az egészséges ivóvíz vagy az elektromos áram. Amikor erről a nyomorról számolunk be, az nehezen leírható európai fogalmakkal. Hogyha a gánai gyerekmentő központot nézzük, akkor olyan gyerekekkel találkozhattunk ott, amikor legutóbb oda jártunk, akik nemhogy írni, olvasni nem tudnak, hanem nem ismerik a higiéniás szolgáltatásokat. Tehát egészséges ivóvízhez soha nem jutottak a bádok kunyhokban, ahol élnek, ott nincsen világítás, nincsen elektromosság, a szennyvíz az utcán folyik. A gyerekeknek a több mint háromnegyede általában még kiskorában elszenved valamilyen nemi erőszakot. A droghasználat, a erőszakos bandáknak a pusztítása jellemzi az ő életüket. Ilyen gyerekeknek fogja nem is kevéssel, sokkal jobbá tenni az életét az, hogy kultúrált körülmények között tudnak majd sportolni. Az FTC 20 szervezettel több mint 70 jótékonysági akciót hajtott végre az utóbbi években. Csak a Fradi Suli programmal 2015 óta 400 fradi sportolóval, 192 helyszínen, köztük 12 határon túli településen, több mint 62 ezer gyerekkel foglalkoztunk. Még ezúttal az FTC története során immár másodszor Afrikában segítettünk.